Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket odahaza is, természetesen itt a stúdióban is. Ma fogunk nevetni, meg sírni, jó? Nevetéssel kezdünk, megígérem. Vágjunk is bele. Kisvártatva meg fogunk nézni egy, nem tudom minek nevezzem, egy ilyen kis szatirikus filmecskét. Egy valószínűleg egy létező krimi jelenetet dolgoztak át a szerzők, hogy mai korunkra jellemző legyen. A jelenet, az eredeti, az arról szól, hogy minden valószínűség szerint a svéd-dán határon történik egy gyilkosság, megölnek egy nőt, és egyszerre nyomoz a svéd és a dán rendőrség. A hulla ott van a földön becsomagolva, a svéd rendőrnő helyszínel, és átjön a határon egy dán kollégája. Nézzük meg, varázslatos lesz. Jeg vil gerne i stedet nu. Svenskerne er her allerede. John Thorsten Eriksen, Københavns Politi. Hej. Så der har vi offeret. Ja. Jeg kunne forstå, at der var et vidne, der havde set gerningsmanden flygte. Gerningspersonen. Gerningspersonen? Ja, nu stopper I sgu det svenskerpis der. På dansk, der hedder det en gerningsmand. Det er bare sådan ordet af. Det er fuldstændig liv. Det. Hvad ved vi om gerningsmanden MK? Den mistænkte personen beskrivs som en människa. Ja. Men det er det. Er det det, du har? Ikke noget hårfarve, hudfarve, noget etnicitet? Hvad? Du kan ikke koble en mördare til en hel etnisk grupp. Det går ikke. Ja, det er måske meget fint at vide, om vi leder efter en hvid fedladet mand fra Whiskybæltet eller en mørklødet Malmø-gangster. Vi har ikke en gangster som Malmø. Det har I ikke. Nej. Ikke så længe I sidder på jeres flade røv oppe i Stockholm og læser jeres gennemcensurerede aviser skrevet af nogle pussy whip feminiserede, MeToo-agtige, kastrerede journalister, der ikke tør kalde en spade for en spade eller en asylansøger for en stor kriminel narkogangster. Det er da lidt mærkeligt. Synes du ikke, at der bliver skudt flere mennesker her i Malmø på en helt almindelig hverdag, end der gør på et år i Mogadishu? Det kan kigge på mig på den måde der. Jeg er sgu den eneste, der er lidt løsningsorienteret i forhold til at finde det svin, der har skudt hende. Han. Hen? Vi er interesserede i at fange hen, som har slået ihjel hen. Ja, nu stopper det kraften. Jeg kan til nu gå med til, at gerningshænden ligesom kan være en hvilken som helst manager. Men at offeret er en kvinde, det er jo bare fakta, ikke? Altså, det kan du jo se. Det er en kvinde. Du kan se, det er bryster, ikke? Tutter. Hvad kalder I det? Bryster. Åh, for satan. Jamen, må man ikke sige bryster længere? Nej, det får man ikke. Det er lidt svensk lort. No, drágáim, azért amúgy röhögünk teljes joggal, csak van egy szörnyű hírem, ez ma a rögvalóság. És én attól tartok, hogy 40 évvel ezelőtt röhögtünk a Monty Pythonon, mikor a Brian életében volt az a jelenet, hogy ülnek a zsidó összeesküvők, és az egyik zokogni kezd. Négy férfiről beszélünk, ha emlékeznek rá. Az egyik elkezd zokogni, és megkérdezik a társai, hogy mi a bajod? Gyereket akarok szülni. Na de hát, hogy akarsz gyereket szülni? Hát nincs méhed. Hát hogy akarod kihordani a magzatot egy szatyorba? Erre még jobban elkezd zokogni, mire azt mondja az egyik társa, hogy na jó, ne bántsátok szegényt. Az rendben van, hogy nem tud gyereket szülni, de joga van hozzá. Úgyhogy mostantól harcolni fogunk a jogodért, hogy szülhess gyereket. Ez 40 éves, ez a Monty Python film. Ki hitte volna, hogy 40 év elteltével itt ide fogunk jutni? A kretének átvették a hatalmat. És ezen is röhögünk, a férj nő, meg a nőfi, meg nem lehet azt mondani, hogy a halott az nő, pedig hát melle van, látszik rajta, és akkor letartóztatják a rendőrt, mert azt mondja, hogy nő. Ma még röhögünk, de szerintem Svédország ma az a szomorú hírem, hogy így néz ki.
És hogy hogy néz ki az egész Európai Unió, akkor a röhögésből kezdjünk el szép fokozatosan átmenni sírásba. Úgyhogy javaslom, hogy nézzünk meg egy összeállítást arról, hogy Juncker mester, az elnök úr két üveg viszki között hogyan jelentette be a 2021 és 27 közötti új költségvetési ciklus tervezetét. Lássuk! Bemutatták Brüsszelben az Európai Unió 2021-2027-es időszakra javasolt költségvetését. A bizottság elnöke gyakorlatias és eredményközpontú büdzsét vázolt fel a parlament plenáris ülésén. Jean-Claude Juncker szerint csak is egy hosszú távú költségvetés adhat érdemi válaszokat a közösség előtt álló kihívásokra. A javaslat értelmében csökkentenék a felzárkóztatás és az agrárpénzek arányát. A migrációra, a közös védelemre, az oktatásra és a digitális gazdaságra fordított összeget azonban növelnék. A költségvetési biztos szerint a megtakarításokra és a hatékonyság növelésére kell összpontosítani. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság elnökének kijelentése, miszerint a kifizetéseket a jogállamiság meglétéhez kötnék. Egy új mechanizmus javaslunk a költségvetés védelmére a jogállamisággal összefüggő kockázatoktól. Ez nem az egyes tagállamok ellen irányulna, hanem egy alappillér az új büdzsének. No, és mindezen túlmenően Juncker mester, meg aztán persze a többiek, akik ilyenkor meg szoktak szólalni, a következő remek ötleteket vázolták még fel. Ugye, ahogy el is hangzott, tehát a jogállamiság meglétéhez kötnék például a kohéziós alapokból az egy adott országra jutó kifizetéseket, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a jogállamiság sérül az adott országban, akkor felfüggesztik, vagy akár el is veszik ezt a pénzt, és az is elhangzott, hogy az elvett pénzt például szétosztják olyan csodálatos országok között, mint Görögország, Olaszország és Spanyolország. És akkor, ha az imént azt mondtam, hogy eljött az idő, hogy csöndben kezdjünk el zokogni, javaslom, hogy álljanak neki. Ugyanis ma is hagyd tegyem föl azt a kérdést, önöknek is, ezen a héten már föltettem, hogy ugyan vajon milyen üzenete van annak, hogy egy teljesen légből kapott, nem létező marhaságra hivatkozva, úgyis, mint a jogállamiság megléte vagy nem megléte, elveszik a pénzt mondjuk a lengyelektől, a csehektől, meg tőlünk, akik más se csináltunk az elmúlt minimum 8 évben, mint vért pisiltünk, hogy betartsuk például azokat az uniós szabályokat, amelyek a gazdálkodásra, a hiányra, a költségvetési hiányra és egyebekre vonatkoztak, elveszik tőlünk a pénzt ezek után, és odaadják mondjuk annak a Görögországnak, amelyik uniós tagsága óta erre az egészre tesz. Ahova az Isten pénzét beleöntötték eddig, minden látható eredmény nélkül, ahol az Isten pénze elfolyik, elveszik tőlünk és odaadják nekünk, illetve nekik. És még azt is van pofájuk elmondani ezeknek a kretén, idióta gazembereknek, ilyen mondatok, hogy ha Magyarország, Lengyelország, Csehország, meg Szlovákia most jelentkezne az Unióba, nem vennék őket föl. Mondják ezt azok, akiknél tetszenek kapaszkodni? 177% a hiány Görögország, 177. De az olaszoknál meg 110 közelében van. Franciáknál majdnem 196. Hát mondjuk a görögök esetében az uniós előírás háromszorosa. És akkor oda még adunk pénzt, tőlünk meg elveszik. Mert nincs jogállam. És miért is nincs jogállam? Mert nem fogadjuk be a migránsokat. És pusztán azért, mert nem fogadjuk be a migránsokat, ezért egy Sargentini nevű tündérbogár, akinek nyilván számos hiányossága van az életében,
jelentéseket írogat, a jelentésének alapanyagát kiktől kapta? Saját bevallása szerint. A 444, meg az Index, meg a HVG, meg az átlátszó.hu munkatársaitól. Hát varázslatos, nem? Például azt nem tudom, hogy Sargentini asszony, ezek után teszem föl a kérdést, engem miért nem kérdezett meg? Hát miért vagyok én rosszabb, mint a 444 újságírói? És akkor összeállít egy jelentést, hogy így gyakorlatilag itt, drágáim, nyilván önöknek is föltűnt. Hitler harmadik birodalma egy kócos babazsúr volt ahhoz a diktatúrához képest, amit Orbán már rég bevezetett. Itt tartunk most, egy Sargentini szerint. Igen. Már beszéltünk róla. Igen. No, szóval ez a helyzet, ezen is lehetne kacarászni, de ne kacarászunk. Ha már kacarászni akarunk a sok sírás után, akkor nézzünk meg egy másik bejátszót. Nem tudom, emlékeznek-e, Vona Gáborra emlékeznek még? Vona Gáborra, aki a választási kampány idején, ugye először is növesztett egy ilyen reformkori szakállat, azzal járta az országot, meg időnként a határon túlra is ellátogatott, például Erdélyben nagy sikert aratott, hogyha még vissza tudják idézni, hogy Gyesznó ólamot nem bíznám rád. És mindenhol, ahol járt, elmondta Erdélyben is, mikor felmerült, ugye migránsügy, migráns kérdés, a Jobbik mit nem szavazott meg, hogy nem szavazta meg, minden egyes pillanatban ilyenkor elmondta, hogy a kerítés az a Jobbik javaslata volt. Az Orbánék csak tőlük lopták el. No, ennek kapcsán írt a választás után Novák Előd egy érdekes kis bejegyzést a Facebookjára. Nézzünk meg erről is egy összeállítást. Novák Előd a szombati kongresszus után Facebook oldalán leleplező bejegyzést tett közzé. Azt írja, hazugság volt a kampányban, amit Vona Gábor szajkózott. A déli határszakaszt védő kerítés felállítását ugyanis sosem javasolta a Jobbik. Ah, minő meglepetés! Soha nem javasolta a Jobbik a déli határszakaszon a kerítés felállítását. A bejátszásunk kurtácskára sikerült, mert Novák Előd azért ennél többet írt. Többek között leírja azt, hogy amikor az elnökségben vita volt 3 éve, 15-ben, hogy akkor most hogyan viszonyuljanak a kerítés ötletéhez, akkor a Jobbik elnökségében az az álláspont kerekedett felül, miszerint nem szabad kerítést építeni a déli határra, mert ez egy új vasfüggöny lenne, és az hogy nézne ki itt, mit tudom én, 25 évvel a rendszerváltás után. Ez volt az elnökségi álláspont a Jobbikban, a többségi álláspont. És akkor eltelik 3 év, és Gábor a kampányban elmagyarázza nekünk, hogy azt ők találták ki. Gábor, egyen meg a kicsi szívedet, de komolyan mondom. A minap egyébként békésen ülök kicsi feleségemmel az egyik törzshelyünkön, a lakóhelyünkhöz közeli déli népresszóban kávézgattunk a teraszon, élveztük a napsütést, és egyszer csak beborult az ég, keserűvé vált a kávé, ugyanis kilépett a teraszra maga Vona Gábor. Először nem ismertem meg, mert valamiért, ahogy vége lett a választásnak, és ahogy bejelentette, hogy mindenről lemond, rögtön le is vágta magát a szakálláról, és már annyira megszoktam szakállal, hogy kétszer is rá kellett néznem, hogy ő-e az, de aztán bebizonyosodott, hogy igen, mert ha azt a tekintetet látták volna, hogy minket nézett Gabi, haj, abban minden össze volt foglalva. A utálattal vegyes, irítségbe áztatott, gyűlöletben párolt szarjankóság azt tekintett vissza ránk Gáborból,
És olyan kedvem lett volna megkérdezni tőle ott rögtön helybe, hogy hogy is volt ez a kerítéssel Gabi annak idején, de aztán úgy döntöttem, hogy van nekem erre idő, meg érdemes, ügyenem. És hogyha már arról beszélünk, hogy mit érdemes és mit nem, bejátszó már nem lesz, de olvasgatni fogok önöknek. Ugyebár amióta megnyertük a választást, harmadszor is kétharmaddal, azok, akik a választás előtt minden nap elmondták, hogy majd mi nem fogjuk a választás eredményét elismerni, és majd anarchiát és káoszt akarunk csinálni. Na azok a választás óta hetenként kiröffennek az utcára, és ott elmagyarázzák, hogy egyfelől ők vannak többen, akkor miért nem tetszettek elmenni szavazni? Szóval ők vannak többen, másrészt meg különben is nekünk mindenképpen a coki. És majd ők megmutatják, meg majd a rendszer úgyse fog fönnállni 4 évig, mert majd a fekete győr bandi jön és lerombolja. Na most ezeknek a tüntetéseknek az egyik fő szervezője egy Homonnai Gergely nevezetű fehérje halmaz. Őt, nekem fogalmam sincs, hogy ki ez, vagy nem volt fogalmam, akik a Facebookon járkálnak, azok onnan ismerik, hogy hát egyrészt ott szokott ugye irogatni, meg van egy macskája, és akkor azt a remek viccet találta ki, hogy a macskája nevében jelentett meg ilyen posztokat, mint hogyha a kedves macska írná, őróla beszélünk. Ő Homonnai Gergely, a Demokratikus Koalíció nagy támogatója és szerelmese, és a mostani tüntetések főszervezője. És hogyha megengedik, akkor a teljesség igénye nélkül megismertetnék önökkel néhány szöveget, amit Homonnai Gergely a Facebookon szokott volt írogatni, hát úgy kormányról, kormánytagokról, miniszterekről, és természetesen rólunk, fideszes szavazókról. Idézetek következnek, az inkriminált részeket majd próbálom elnyelni, jó? De azért megígérem, hogy érthető lesz mindegyik. Idézet, Homonnai Geri. Aki csak egy kicsit is ismer, kb. Ki tudja sakkozni, mit gondolok erről a választásról. Azt, hogy a Fideszt el kell küldeni a Ez még a finomabbak közül való. Áll a Margit körút a buszoktól, a békemenetre viszik a birkákat. A békemenet résztvevői tetvek. Az én fideszes ismerőseim gyárva férgek. Ha fénysebességgel futsz egy fa körül, akkor lehetőséged nyílik arra, hogy meg magad. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha még egyszer a Fideszre szavazol. A k***ját az összes fideszesnek áprilisban szavazzál. Mikor takarodik már el az összes rohadék fideszes a k***jába, és mikor nem lesz ciki Európában az, hogy magyarok vagyunk, mert ma az. A Magyar Baptista Egyház kinyalhatja a szőrös kis seggemet. Erzsikém szerint legyen bolhás minden fideszes. Szerintem meg legyen átkozott minden fideszes. És akkor a végére hagytam a kedvencemet. Novák Katalin egy ostoba hülye p***ja. No, tisztelt hölgyek, urak! Azért gondoltam ezt a kis összeállítást megismertetni önökkel, nem azért, mert nekem ez élvezetet okoz, meg azért, hogy majd kitehessük most a 18-as karikát a műsor elejére, hanem azért gondoltam, hogy talán érdemes tudnunk, hogy ezek kicsodák, mert némiképpen azért személyesen érintettnek érzem magam. Na nem azért, mert fideszesként ugye itt rólam is el van mondva, ami el van mondva, meg önökről is, nem ez a része. Hanem ugyebár nyilván találkoztak már azzal, hogy ezek itt, kivétel nélkül. Ha én lehülyézem, lemarházom, lebarmozom őket,
akkor, mint az osztrig, amikor citromot csepegtetnek rá, így összerándulnak, és elkezdenek halott sápadtan sikoltozni, hogy én aztán micsoda alak vagyok, és hogy én hogy engedhetem meg magamnak, hogy én ilyen stílusban beszéljek őróluk. Na de emlékeznek önök olyanra, hogy én azt mondtam, hogy a k***anyját az összes szocinak. Pláne mondjuk azt, hogy Szél Bernadett egy ostoba hülye c***a. És egyébként el tudnák képzelni, hogy mi lenne, ha én így beszélnék. Közülük bárkiről. Pláne egy nőről. De Homonnai Gergelyék, ezek a szarrakások, ezek megvannak arról győződve, hogy ez nekik valamiféle privilégiumok. Ők beszélhetnek rólunk így, nekünk viszont állandóan, ilyen virágnyelven, mérhetetlen alázattal és a felsőbb rendűségüket tiszteletben tartva kell megnyilvánulni, ha őróluk van szó. És azért gondoltam, hogy akkor ezt ismerjük meg, hogy tudjuk, hogy ezek ezt gondolják, mi rólunk, és nem is rejtik véka alá. Innentől pedig roppant egyszerű, mert ilyen nagy levegővel, széles gesztussal és nyugodtan mondhatjuk, hogy kedves Gergely, a te k***nyádat. És akkor legalább így kvittek is vagyunk. No, és ezzel le is ketyegett az első rész, de nagyon messzire nem menjenek, rövid szünet következik, aztán Lajcs Tamás Európa Parlamenti képviselő lesz a vendégem. Köszönöm önöknek a figyelmet, hamarosan találkozunk. És már is folytatjuk a műsort. Vendégem a stúdióban Lajcs Tamás Európa Parlamenti képviselő, egyben kedves barátom. Szerbusz, köszöntelek. Szerbusz. Köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm, hogy jöttél, és vágjunk is bele mindjárt. Új költségvetési tervezet. Ugye 21 és 27 között lesz a következő költségvetési ciklus, és Juncker most ismertette a nem is tudom kiknek az elképzelését. Hát hogy is mondjam, csak bizarr. Bizarr dolgok kerültek napirendre. Annak ellenére mondom, hogy bizarr is meglepő, hogy azért már több mint egy éve zajlanak ezek a viták, kiszivárogtatások, suttogó propaganda, hogy majd most a renitens kelet-közép-európai országokat majd pénzügyi eszközökkel fogják megrendszabályozni. Ergo, aki nem áll be a sorba, attól akár meg is vonják a kohéziós alapokból neki szánt pénzt. Kezdjük el visszafelé a beszélgetést. Szerdán szokásos rádióinterjúban miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy csigavér, nyugalom, hosszú lesz még ez a vita. Mire célzott ezzel? Az Európai Unióban egyszerre fogad el az Unió, egész pontosan az Európai Bizottság javaslata alapján, ezt ismertette Juncker elnök úr, az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete, illetve az Európai Parlament közös döntésével egy 7 esztendőre szóró keretköltségvetést, majd a 7 esztendőre meghatározott keretköltségvetésen belül minden esztendő, mind a 7 esztendőnek az éves költségvetését is elfogadja. Na most a jelenleg futó 2014-20 közötti 7 esztendős keretköltségvetésnek, amikor a javaslatát az Európai Bizottság ismertette, akkor a helyzet ugyanez volt. Az Európai Bizottság a lehető, a minden világok lehető legjobbikát megvalósító költségvetési tervezetként állította be a maga javaslatát, ezzel éppen 28 Európai Uniós tagország kormánya,
meg az Európai Parlamentnek majdnem a teljes egésze nem értett egyet, és miniszterelnök úr nyilvánvalóan erre utal, hogy most elkezdődik egy igen hosszú, 2018 májusát írjuk, legjobb esetben 2019 év elején, de reálisabb az, hogy 2019-ben az európai parlamenti választások után, valamikor 19 őszén vagy 20 első felében születik majd döntés. Tehát egy minimum egy éves, de könnyen lehet, hogy két éves tárgyalás sorozat. Az unió tagországainak a kormányai egyeztetnek egymással, a tanács, az állam és kormányfők testülete az európai parlamenttel, és nyilvánvalóan mindenki a maga érdekét fogja nagyon helyesen képviselni. A költségvetési, tehát éppen ezért visszautalva erre, nem arról van szó, hogy a költségvetési törvényjavaslatát, vagy a költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság most május 2-án ismertette, és valamikor 1-2-3 hónapon belül elfogadják majd az arra illetékes testületek ezt a költségvetési tervezetet, hanem nyugalom, csigavér, kellő muníció, kitartás, higgadtság, és minden rendelkezésünkre álló fronton, a tanácson belül is, illetve az Európai Parlamentben, ahol igazából a magyar érdekek melletti kiállás csak tőlünk, fideszes és KDNP-s képviselőktől várható, minden fronton az igazunkért kell küzdeni. Így nyugodtan mondhatjuk, persze az ellenzék az mindig túlzásnak tekinti, minden fronton harcolnunk kell majd, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb uniós forrás érkezhessen Magyarországra. Most annélkül, hogy a Csurka István által említett hibába, a szakértelem bolsevik trükkjébe esnék, azért két dolgot hadd mondjak el. Egyrészt maga a költségvetés az valóban siralmas javaslat. Az elkövetkező 7 évben már nem lesz az Európai Unió tagja az Egyesült Királyság. Ez az Európai Unió bevételeit legkevesebb 10-15%-kal csökkenti. Ezt a lukat, ezt úgy kívánta betömni ezzel a javaslatával, vagy ebben a javaslatában az Európai Bizottság, hogy megkurtítja a kohéziós forrásokat, a regionális fejlesztési forrásokat, megkurtítja az agrártámogatásokat, és egy olyan trükköt alkalmaz, hogy eddig az úgynevezett, és elnézést is kérek a hunglisért, az európai fejlesztési alap, a European Development Fund, az Európai Uniónak azok a forrásai, amit Európai Unión kívüli fejlesztésekre fordít a költségvetéséből. Ez az összeg ideig az unió költségvetésén kívül volt, most ezt az összeget változatlanul hagyják, de berakják a költségvetésbe, és ezáltal szebb képet mutat a költségvetésnek a főszáma. Tehát ma, jelen pillanatban elégedetlen mindenki. A nagy agrárországok, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, és ezek sorába tartozunk mi is, elfogadhatatlanak tartjuk, hogy az agrártámogatásokat megkutatják. Maga Macron az első pillanatban tiltakozott. És ez a tiltakozás, ez most nem a kisebb rendőrségi érzés, nyilvánvalóan nem kis súllyal esik alatba, amikor majd a költségvetési javaslatról döntünk. Kohéziós forrásokat is hát legkevesebb 4-5%-kal akarják megkurtítani. Még egy trükkre hadd hívjam fel a figyelmet. Juncker azt mondja, hogy a költségvetésben a agrártámogatásokat 4-5%-kal, regionális fejlesztési forrásokat 5-6%-kal kurtítják, valójában 11-17%-os vágásról, megszorításról, csökkentésről van szó, csak megint alkalmaznak egy trükköt, hogy nem az almát az almával hasonlítják össze, hanem már beszámítják azt az infláció számítást, hogy a 7 év alatt mennyire tervezik az infláció, tehát reál értéken mindannyian közgazdászok kell, hogy legyünk, költségvetés az közel 11-12%-kal, a regionális fejlesztési költségvetés pedig több mint 15%-kal kevesebb. És akkor most érünk a lényeghez, ugyebár ez az újabb csodafegyver, mert tudjuk, hogy a hetes cikke, amit persze kilátásba helyeztek Magyarországgal szemben, az az atombomba, akkor ez most az a többfe, tömegpusztító fegyver, akkor most jön az acsás, az atomcsapás, vagy fordítva az acsás, ez a többfe. Mind a ketten voltunk katonák még a megboldogult szocializmus, úgyhogy ismerjük ezeket a terminus technikusokat. Tehát ez a többfe, ez a tömegpusztító fegyver, ugye ez azt mondja, hogy az agrár támogatások és a regionális fejlesztési támogatások kifizetésének az lesz a feltétele, hogy a jogállami normáknak megfelelnek az Európai Uniós tagországok, és ha nem, akkor ezeknek a pénzeknek a felfüggesztésére, ezeknek a pénzeknek a visszavonására is sor kerülhet. Na most a helyzet az az, hogy ez nagyon jól hangzik, kőkeményen kell majd ezügyben harcolni, csak az Európai Bizottság
az nem politikai nyilatkozatot kell, hogy tegyen. Ezt a szabályrendszert egy jogszabályba, egy Európai Uniós jogszabályba kell önteni. És azt én kivitelezhetetlennek tartom, hogy egy olyan normarendszer jöjjön létre, amely normarendszer mind a 27 Európai Uniós tagország bírói rendszerének a függetlenségét, média pluralizmusát, alkotmánybíróságának a működését, és a többi a jogállamisághoz tartozó oly sok kategóriát úgy mér, hogy ebből mi vesztesen kerülünk ki, az derül, hogy nálunk valami probléma lenne, ezzel szemben Franciaországban, Luxemburgban, Spanyolországban, vagy nem tudom, mondhatnék még ilyen bezzeg országokat, a balti országokban meg minden rendben van. Mert minden alkalommal, amikor nem politikai nyilatkozatokat tettek bolondok és félbolondok az Európai Parlamentben, hanem amikor normatív módon mérték meg, hogy Magyarországon hogyan működik a jogállam, akkor Magyarország a legjobb mutatókkal bíró Európai Uniós országok közé tartozik. Csak egy dologra hadd utaljak, amikor az új bírósági szervezetrendszerről szóló törvényt tárgyalta a Magyar Parlament, az akkori ezzel a kérdéssel foglalkozó luxemburgi biztos, ezekkel a luxemburgi bizottsági tagokkal nekünk mindig bajunk van, Redding asszony, Armageddonról beszélt, hogy itt valami egészen szörnyű dolog készül Magyarországon. Végül az egész közbelépésének az lett az eredménye, hogy egy úgynevezett igazságügyi mérőrendszer jött létre. És amikor először mind a 28 Európai Uniós ország igazságszolgáltatásának a működését egységes szempontrendszer alapján mérték, akkor kiderült, hogy a hetedik legjobb a magyar. Az a rendszer, amire azt mondták, hogy a jogállamiság végét jelenti. No, akkor innen folytassuk, mert akkor ebben a koordinátorrendszerben próbáljuk meg elhelyezni Sargentini asszony csodálatos jelentését. Volt szerencsém a parlamenti vitát majdnem teljes egészében végignézni. Egész jó állapotban vagy ahhoz. Volt szerencsém például Szijjártó Péter magyar külügyminiszter felszólalását is hallgatni, aki azt mondta, hogy ez a jelentés minősített hazugságok halmaza és gyűjteménye, és tényleg az. Talán most rá tudunk szállni egy pár percet arra, hogy szálljunk le ennek a mélyére, és próbáljunk meg néhány konkrétumot megbeszélni erről a jelentésről. Amennyiben is teljesen világos, hogy ez minősített hazugságok gyűjteménye. Tényleg a bőség zavarával küzd az ember, és próbálok talán három olyan konkrétumot említeni, amely konkrétum talán eddig még a közbeszédben nem merült fel, amivel most nem azt szeretném mondani, hogy az eddig a közbeszédben már akár a külügyminiszter úr bizottsági felszólalása során itt az EQTV-ben, te műsoraidban is már kiveséztétek, hogy azok ne lennének továbbra is orbitális hazugságok, de mégis. A jelentés tervezet azt tartalmazza, hogy Magyarországon nagyon súlyos mértékben sérül a jogállamiság azáltal, hogy a magyar jogrendszer bűncselekményként szabályozza a hajléktalanságot. De ezt nem. Szeretném még egyszer megismételni, tehát nemes egyszerűséggel, nem elrejtve, expressis verbis, ez a tényállítás szerepel a jelentéstervezetben, hogy Magyarországon a hajléktalanságot bűncselekménynek minősíti a jogrendszer. Most nem, hogy nincs erről szó, hanem arról van szó, hogy az új alaptörvény az, amelyik a rendszerváltoztatás óta először egyébként a hajléktalan emberekkel kapcsolatos gondoskodást állami kötelezettségként definiálja. Most nem is azokról a 10 milliókról, 100 milliókról a hajléktalanokat segítő kormányzati elképzelésekről beszélek, amelyeket ugyancsak hosszan lehetne sorolni, hanem a jogi szabályozás szintjén nem rest Sargentini asszony és ezt a jelentést egy remek, tényekre alapozott jelentésnek beállító Európa Parlamenti képviselők azt hazudni, hogy a magyar jogrendszerben ez a helyzet, szemben a ténnyel, hogy a magyar jogrendszer, a magyar alaptörvény azon Európai Uniós országok alaptörvényeivel összevetve, ahol egyáltalán van alaptörvény, jó néhány uniós országban nincsen, az alaptörvény szintjén egy olyan, a legprogresszívebb, hogyha ez a szó itt használható, Európai Uniós döntésekben szereplő szempontot fogalmaz meg, illeszti az alaptörvénybe, hogy igenis állami gondoskodásra jogosultak azok, akik önhibájukon kívül fedél nélküliek. Egy. Kettő. Az Európai Bizottság Költségvetési Ellenőrző Bizottsága véleménnyel segítette a Sargentini jelentést. Ebben a véleményben az a tényállítás szerepel,
A jelentésről 2018 április utolsó napjaiban döntöttek. Ebben a jelentésben az szerepel, hogy Magyarországon az ő általuk vizionált hatalmas korrupciót az is elősegíti, hogy Magyarországon nincs azaz elektronikus közbeszerzési rendszer, tehát a közbeszerzéseket azokat papíralapon kell intézni. Most ehhez képest... Nem, ez nem igaz, sem. Ez sem. 2018. április 15-től ez a törvény hatályba lépett. Az Európai Unióban jelenleg az uniós tagországok kevesebb, mint harmadában működik e-közbeszerzési rendszer, tehát hogy elektronikusan kell a közbeszerzési felhívásokat közzétenni, és minden pályázónak benyújtani a maguk anyagát. Hogy lesz ez a törvény, erről egy évvel ezelőtt döntöttünk, a szavazás pillanatában már hatályba lépett, nem zavart senkit sem a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, hogy úgy döntsenek, hogy egyébként arra hívják fel a figyelmet, hogy ezt jó lenne bevezetni. Oké. Meg tudtuk azt csinálni, hogy mire döntöttek, azra már be is vezettük ezt a rendszert. A harmadik, azt állítja ez a jelentés, mármint ez a vélemény, Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, hogy Magyarországon nagyon súlyos korrupciós gyanúkat fölvetve a közbeszerzések 36%-ában egy ajánlattevő van csak. A helyzet az, hogy ez 2016-ban így volt. 2017-ben ez a szám 26%-ra csökkent. A 36% is kisebb, mint az Európai Unió átlaga, de a 2017-es esztendőben, tehát tavaly, már fél évvel ezelőtt, ez a mérték, ez 36%-ról 26%-ra csökkent. Továbbra is mi szerepel a jelentésben? Magyarországon 36. Az egy ajánlattevős közbeszerzések aránya 36%, és ez vélhetően a korrupció lehetőségét. De még egyszer ismételjük meg a nézőkedvéért, ez még mindig az a 36% is kisebb. Az uniós átlag alatt van. Ezt 10%-kal csökkentettük. Tehát ma éllovasok vagyunk, hogy Matolcsy György egy kedvenc kifejezését használjam. Napestig lehetne még ezeket sorolni, de nem ez a hely, nem ez a kérdés. Nem arról van szó, hogy itt a tények számítanának. Remélem nem feszíti szét a műsor kereteit, igyekszem 20 másodpercben elmondani, amikor az alaptörvény rettenetességéről volt vita az Európai Parlamentben 2011-ben, 12-ben, akkor volt egy meghallgatás, ahol egy dán kommunista képviselőnő elmondta, hogy a magyar alaptörvény az minősíthetetlen, hiszen különbséget tesz hívő és nem hívő magyar ember között a hívők javára. Teljes értetlenség. Megkérdezi a magyar kormány képviselő, hogy de mégis mire gondol? Hát olvasom az új alaptörvény első mondatát, Isten áld meg a magyart. Mire jelentkeztem, hogy szeretném azt elmondani, hogy ez a magyar himnusz első sora, és nem arról szól, hogy a hívő és nem hívő emberek között különbséget tenne. Oké, ő ezt kénytelen elfogadni, de a véleményét akkor sem változtatja meg. Jaj, nagyon köszönöm a tárgyszerű eszmecserét, kedves képviselőtársnőmet. Ez a helyzet. Ez a helyzet. A helyzet az, hogy azt a politikát, azt az értékválasztást, amit a magyar kormány képvisel, azt utálják, elutasítják, gyűlölik, megvetik az európai döntéshozók, és ezért büntetni akarják és Magyarországot. És ennél már csak egyet vetnek meg jobban, hogy ez a kormány, amely ezt az értékrendet képviseli, harmadszor nyer választást kétharmadtal. Igen. Ezt meg nem hajlandóak elfogadni. Hát Sargentini asszony elmondta azt, ami valljuk be, szerintem európai parlamenti képviselőtől a lehető legnagyobb túlzás. Szerintem a dolog súlyához képest kis jelentőséget tulajdonított eddig ennek a magyar nyilvánosság. Ő azt mondta, nekem igenis jogom van azt megmondani, hogy ez a mostani kormány szerintem rossz, és én ennél jobb kormányt akarok Magyarországon. Nagyon szépen köszönjük, képviselőasszony. A mi tudomásunk szerint az európai alapérték és az a magyar alkotmányos szabályozás, hogy erről a kérdésről nem holland zöldpárti képviselők döntenek, hanem a magyar választópolgárok. Abban a pillanatban, hogy Sargentini asszony beadja az állampolgársági kérelmét, azt megkapja, letelepedett a 22-es választáson, simán szavazhat, vagy ha úgy gondolja, indulhat is. Welcome. Sok szeretettel várjuk. És akkor? És jelentősen növelné a Magyarország ellenzék szavazati számát ezzel az egyel is. 3,5 percünk maradt, és ezt azért rászánnám az utolsó kérdéskörre. Amikor a kedves nézők ezt az adást látni fogják vasárnap este, akkor már túl leszünk azon a csodálatos ünnepségen, amelynek keretében Juncker elnök úr Karl Marx szülővárosában, Trierben felavat, vagy legalábbis ünnepi beszédet mond egy szép nagyméretű, friss, új Marx szobor talapzatánál. No,
ebbe, ja, a Marx szobrot Kína. Kínai népköztársaság adományozta Marx szülővárosának, itt mond ünnepi beszédet Juncker, az unió elnöke. Jól érzem én, hogy ebben a kis Ionescu-féle szürreális pillanatban szinte minden benne van, ami ma elviselhetetlen a brüsszeli politikában? Örkény szerintem zseni. Egyperces novellái zseniálisak, de ez még az örkény. Egyperces novella sűrítő, tömörítő képességét is meghaladja. Lehetne róla viccelődni, lehet joggal és okkal ironizálhatnánk, de én tényleg azt tudom mondani, hogy felháborító, méltatlan, ne kerülgessük a forrókását, vérlázító, hogy az Európai Bizottság elnöke egy olyan 508 millió európai polgár együttműködését megtestesítő szervezet, mindennapi működéséért felelős testület vezetője, az annak az embernek a születésének 200. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen vesz részt, ünnepi beszédet mond, és személyesen ott van a Kínai Népköztársaság által adományozott 5,5 méter magas Marx szobor felalvatásán, amely filozófus, egyébként annak a borzalmas ideológiának, kommunista ideológiának a megalapozója, amely kommunista ideológia 10 és 100 milliók életét tette tönkre, 10 és 100 milliók halálához vezetett. Olyan módon köpi szembe azt a 11 volt szocialista ország, Európai Uniós tag szocialista ország közvéleményét, polgárait, akik személyes életükben voltak kénytelenek ezt a borzalmat megtapasztalni, amire nehezen talál az ember szavakat. És tényleg álljunk meg még erre ott egy pillanatig. Ha Kína a magyar kormánnyal együttműködve vasutat épít Budapest és Belgrád között, akkor minden létező sziréna hang megszólal. Ha a Kínai Népköztársaság, mint amelynek ez egy pártállam, a kommunista párt vezeti, az Marx szobrot adományoz Marx szülővárosának, akkor odarohan az Európai Bizottság elnöke, tiszteletét tesz és ünnepi beszédet mond. Mert akkor, elfogadhatatlan. Mert abban a pillanatban érdekes módon Kína kommunista pártja és pártállami berendezkedése nem probléma. De ha vasutat épít, akkor tragédia van. Ez így van. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem lehet majd elégszer elmondani, hogy ez 2014-14 esztendővel az Európai Unió csatlakozásunk után olyan módon köpi szembe a magyar történelmet, Közép-Európa nyomorát, rengeteg szenvedését, amivel kapcsolatban szót kell emelni. Drága nagypapám, amíg élt, sokszor mondogatta, hogy jót tett volna a nyugatnak is 45 év kommunizmus. Kicsit máshogy állnának az ügyekhez. De Juncker elnök úrnak e helyről is tudom javasolni, kommunizmus fekete könyvét olvasgassa, hogy mondjuk Marx Károly, a Neue Rhein és a Zeitungban, ami a saját újságja volt, milyen vezércikeket írogatott, például arról, hogy hogyan és miképpen kell kiirtani a parasztokat, mert azok reakciósak. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Híradó jön, Bayer Show pedig jövő héten vasárnap este a szokott időben. Viszontlátásra!